Minden korábbinál jelentősebb felújítás történt a nyíregyházi Ridenc szakiskola épületeiben. A külső modernizálás mellett a belső tartalomban is változás történt, több új képzés is elindult az intézményben az elmúlt tanévben. A fejlesztések sorait nem áll meg, a közelmúltbelieket hamarosan újabbak követhetik. Bicikli alkatrészek a rajzon és a valóságban, itt pedig már mindez egyben. Kerékpárszerelőnek is lehet tanulni a Széchenyi utcában lévő Ridenc iskolában, ahol látás, mozgás, hallás sérült tanulásban akadályozott és autista diákok tanulnak. Az ő életüket teszik szebbé, komfortosabbá a közelmúltban elvégzett munkálatok. Az angol kisasszonyok épülete 100 éve szolgálja az oktatást, ennek a külső homlokzata újult meg az elmúlt hónapokban. Az udvari épületek felújítása is megkezdődött, ahol két szakma tanulói tanulhatnak jobb körülmények között. Az iskola 100%-ban akadálymentesített 44 vizes blokkal, két biztonsági lifttel, füstmentes lépcsőházzal, fotocellás ajtóval. Mindez azonban azt is jelenti, hogy több karbantartás igényel, mint más intézmény. A nyíregyházi tankerületi központ egyébként a fenntartásában működő köznevelési intézmények fejlesztésére az idei év első fél évében saját forrásaiból közel 314,5 millió forintot fordított. A Ridenc iskolát közel 49 millió forint saját forrásból modernizálták. Az intézmény további fejlesztéseket tervez az idei tanévben is. Ezek szükségességéről és részleteiről is szó lesz a most következő beszélgetésben. Köszöntöm a stúdióban Fekete Mariannát, és hagyd mondjam végig az intézménynek a teljes nevét. Nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt a jelent kezdenénk boncolgatni, egy picit tekintsünk vissza a múltra. Hány éves múltra tekinthet vissza ez az intézmény? Hogyan indult? És azt gondolom, hogy egy nagyon komoly hiányt pótol itt a régióban. A Nyíregyházi Ridenc 20 éve van jelen a város és a megye oktatásában. Egy különleges szegmenset képviselünk, hiszen a fogyatékosok szakképzését vállaltuk fel. 20 évvel ezelőtt úgy indult, hogy szociálisan hátrányos helyzetű és fogyatékos diákokat oktattunk. Most már ez eltolódott a fogyatékosok irányában. Mint mondtuk, mozgás, látás, hallás sérült, és autista gyerekek is vannak, tehát valamennyi fogyatékos jelen van. Azt is, hogy az intézményünk 100%-ban akadálymentesített, de gondoljuk csak el, hogy egy mozgássérültnek nem csak az akadálymentesítés, hogy be tud jönni az épületbe, hanem az is, hogy vész esetén mentesíteni tudjuk. Ezért volt olyan nagyon jelentős ez a felújítás és a folyamatos karbantartás. Egyébként a Ridenc, maga a nevünk azt jelenti, hogy mosolygó ember. Ez jellemző az egész intézményünkre, oktatásunkra. A diákok 9. előkészítő után 2 éves részszakképesítést tanulnak, majd szakképesítő vizsga után ki tudnak lépni az életbe, vagy esetleg, hogyha szeretnének, akkor újabb szakmát tanulnak akár nálunk is, és akkor több szakképesítéssel nagyobb esélyük van. És nekünk is nagyobb esélyünk van arra, hogy a diákokat fejlesszük, hiszen nem csak a pedagógusok, hanem a közösség is fejleszti a gyerekeket. Igen, speciális igényű gyerekek járnak ide. Hány diákról van itt szó az elmúlt 20 évre visszatekintve? Mondhatjuk azt, hogy hány embernek segítettek ahhoz, hogy a fogyatékkal együtt egy élhető életet tudjon magának biztosítani? A 200 a felvehető létszámunk, ezt hát ebben az évben 198 diákot vettünk fel, olyan 5-6 ezer diákra gondolok, hogy kiléptek már az iskolánk falai közül 20 év alatt. Többen a nyíregyházi főiskolán, most már az egyetemen tanultak tovább. Mindig is, tehát első évtől kezdve gimnáziumi évfolyamunk is van. Most már szakgimnáziumot váltotta fel a gimnázium.
Mennyiben igényel ez speciális hozzáállást a pedagógusok, a tanárok részéről? Nagyon sokrétű fogyatékosságról beszélünk. Nagyon nehéz, hiszen a kimenő követelményünk ugyanaz, mint más normál intézményekben. Annyi a könnyebbség, hogy a szakmának csak egy részét kell elsajátítaniuk, ugye a részszakképesítésnél, a gimnáziumban pedig kis létszámú osztályokban maximum 16 fővel indulunk, gyógypedagógiai segítséggel tudnak tanulni, és megvan az a kedvezményük, hogy a pedagógusok is toleránsak, tehát hogyha ideges, feszültebb a gyerek, akkor ki tud menni gyógypedagógiai segítséggel, amíg megnyugszik, és utána folytatja a tanulást. Mi az, amit sikernek tudnak tekinteni egy-egy ilyen tanuló esetében? Mondhatom, hogy csodát is műveltünk. Volt olyan, hogy 9. osztályos tanulónak fogni kellett a kezét, senki nem gondolta, válságstábot ültünk, hogy mi lesz vele, magántanulói státuszban gondolkodtunk, aztán végül be tudott éleszkedni 9-be, és most már érettségizni fog. Ez egy igazi sikertörténet. Milyen szakmákban gondolkodhatnak azok a gyerekek, akik ide kerülnek? Részszakképesítéseket, családellátó, parkgondozó, kerti munkás, kerékpárszerelő és számítógépes adatrögzítő szakmákat oktatunk. Együtt döntik el, hogy kinek melyik az, ami igazán testhez álló, vagy hogyan történik itt a jelentkezés, vagy a besorolás a különböző szakmák irányába? Sok mindent figyelemben veszünk, elsősorban azt, hogy a gyerek mit szeretne, aztán azt, hogy mire képes. 9. előkészítő osztályban még minden szakmára felkészítjük őket, tehát ízelítőt kaphatnak minden szakmából, és amelyiket választja, meg amelyik testhez álló számára, amelyikre alkalmas, arra fog menni. Hány évet tölthetnek el itt a diákok, és hány éves korig maradhatnak egyáltalán? 8. osztály után tudnak jelentkezni 9. előkészítőbe, és 25 éves korig tudnak nálunk maradni. Ugye van, aki eleve később kapcsolódik be, mert gyógykezelések alatt állt, és ezeknek a diákoknak a közösségbe való beilleszkedése is nehezebb. Ezek szerint az átlagosnál sokkal több időt tudnak ebben az intézményben eltölteni, és ezáltal a fejlesztésük is biztosítottabbá válik. Igen. 6 évet általában, ami nekünk is rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket felkészítsük az életre. Ezek a most megvalósult beruházások, modernizálás mit jelentenek az ott tanuló diákok számára, és persze a pedagógusokról is beszélhetünk? Én bízom benne, hogy a zöld épületnek a homlokzat felújítása a városnak is egy üde színfoltja, hiszen zöld színű, és a városképet is nagyban javítja, szépé teszi. A diákok szép környezetben tanulhatnak, ezen kívül energetikai beruházás, felújítás is megvalósult. A 3 épület együttesünk van. A rózsaszín épületet újonnan építették, ott ugye 20 év alatt nem használódott el olyan mértékben, mint a zöld épület, ami 100 év, az angol kisasszonyok 100 éves épülete, illetve van egy udvari épületünk, ami akkor kevésbé volt felújítva, folyamatos felújításra szorul most is. Itt valósult meg az energetikai beruházás, az első és az utolsó tantermét 15-16 fokra tudtuk felfűteni. Ami kerti munkásoknak volt a gyakorló helye, tehát végül is fel tudta költözni, és megfelelt ennek a célnak, de így sokkal komfortosabb, hogy termosztáttal be tudjuk állítani a hőfokot, és most már azt is fel tudjuk fűteni. Ezen kívül ez folyóparti épület, a járólapot 2 tanteremben sikerült felújítani. Ahogy felszedték a korabeli linóleumot, látszott, hogy vizes alatta
tehát dohosodott folyamatosan. Ezt fogják megszüntetni a későbbiekben egy vízelvezető árokkal, és megoldják a nyílászáró cserét is. Mi az, amit még terveznek a közeli vagy távoli jövőben ebben az intézményben? A szigetelés az egyik legfontosabb az energetikai beruházások után. Hőszigetelés, és a régi angol kisasszonyok épületének is felújítják az ablakait. Azt nem lehet műanyagra cserélni, viszont a régi faablakokat felújítani nem kis feladat lesz. Tudnak-e segíteni a diákoknak akkor, amikor elvégzik az iskolát, hogy valahogyan elindítsák az életüket, vagy valójában a való világban, a kinti életben be tudjanak integrálódni a társadalomba? Igen, a munkaügyi központtal nagyon jó kapcsolatunk van. Ott szociális munkás segíti őket a lehetőségek megtalálásában. És az, hogy ők közösségben megállják a helyüket, az egy nagyon pozitívum, hiszen ezeket a gyerekeket sokszor magántanulói státuszból hozzuk vissza a közösségbe. Fekete Mariannak köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezeket az információkat.